van, végre megmutatom nektek a 2014-es kedvenceimet. Először azt hittem, hogy ha délelőtt fogok videózni, akkor nem kell majd ezt a hülye lámpát bekapcsolnom, és nem fog elsárgolni a fejem. De basszus, 9 óra van, és mégis olyan sötét van, mintha nem is tudom, így télen, mondjuk délután 4 óra lenne. El van borulva, a szürkület van, meg minden szar, úgyhogy muszáj lámpa mellett videóznom, hogyha meg szeretném ezt most csinálni, és hát meg szeretném most csinálni. Úgyhogy a 2014-es kedvencémet fogjátok látni, minden benne lesz, ami tényleg hatalmas kedvencem volt, nagyon sok mindent idehoztam, nem gondoltam volna egyébként, hogy ennyi minden lesz, ami a kedvencémet fogja képezni, úgyhogy vágjunk is bele. Kezdeném az arcápolással, amihez gyorsan megmutatok egy dolgot, amit nem is fűzök hozzá sok mindent, mert szinte mindenki erről beszélt, így a YouTube-osok, blogosok és az egész ilyen közösségem belül. Ez pedig a Garniernek a micellás vize, annyit fűzök hozzá, hogy tényleg nagyon jó, a legjobb sminkremos, amit valaha használtam, árérték arányban persze, mert lehet, nem próbáltam ilyen high-end sminkremosokat. Itt van belőle egy ilyen, ami már majdnem elfogyott, és itt van egy új, ami még nincs fölkezdve, úgyhogy tényleg hatalmas kedvencem, és hogyha akciózzák, akkor biztos, hogy még fogok bele szerezni, mert egyébként sokáig elég, de akciósan 1200 forintért szereztem be múltkor is, és annyiért szerintem nagyon megéri. A következő micellás víz, de nem konkrétan arra használom, hogy lemosom a sminkemet, hanem reggel, mint arctonikként használom. Ez az Yves Rocher-nek a Sebo Vegetál 2:1 tisztító micellás vize, kevert és zsíros bőrre. Igazából nekem nem zsíros mostanában a bőröm, már megszokásból használom, és tényleg komolyan egy ilyen fél éve körülbelül, és tényleg így a fele, hogyha elfogyott, úgyhogy nagyon gazdaságos. Nem szoktam belőle egyébként sokat használni, mert ha sokat teszek a vattára, akkor habzik, és én azt nem szeretem, úgyhogy keveset szoktam használni. 2 arckrémet is hoztam, az egyik már sajnos elfogyott, és nem tudom újra beszerezni, de megtartottam a csomagolását, ez pedig a Clean and Clear-nek a Spot Control arckréme volt, amit hát szerintem egy másfél éve vehettem körülbelül, de imádtam. Nekem nem az a pattanásos sodásra hajlamos a bőröm, viszont van, amikor kijönnek, hát megesik az ilyen, és ezt, hogyha használtam úgy nem kúraszerűen, hanem inkább ilyen folyamatosan, akkor kevésbé jöttek ki, vagy nem olyan nagyok jöttek ki, hanem csak olyan nagyon picik, amik egy-két nap alatt elmúltak. Úgyhogy ezt imádtam, jól hidratált, sőt reggel még ilyen frissítő érzést is adott, mert általában én reggel szoktam hidratálni az arcbőrömet. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szerettem, és hogyha lenne, akkor biztos, hogy újra venném, de én nem láttam már mostanában a Rossmannokban. A másik arckrém pedig egy Neutrogena, amit szintén egy éve vehettem körülbelül, és az az érdekessége, hogy nem az a konkrét hatalmas kedvenc, amit biztos újra vesztek, viszont azt hiszem anno ilyen 1000 forint körül vettem, és minden nap használom, és egyszerűen nem akar elfogyni, és tényleg azt a mennyiséget viszem fel, amennyi kell, se többet, se kevesebbet. És nagyon sok van még benne, és szépen hidratálja az arcbőrömet. Úgyhogy nekem ennél igazából nem kell több, viszont azért nem veszem újra, mert nekem nem tetszik ez az erős, grapefruitos illat, és egy idő után már zavaró. Szóval az ember megveszi, azt mondja, hogy hú, de jó, kellemes illata van, de egy reggelente azért minden reggel zavaró egy kicsit. Az utolsó arcápolási termék, igen, az egy arcmaszk, ugyanis sokat gondolkoztam, hogy betegyem ezt az arcmaszkot ide, de végül úgy döntöttem, hogy beteszem, mert az egy problémám van vele, mint egyszer azt hiszem már mondtam, hogy nehéz lemosni, és nehezen is szárad meg. De kikísérleteztem azt, hogy ugye minden második, harmadik nap szoktam arcpukolást használni,
Kísérleteztem azt, hogy akkor használom az arcpakolást, mielőtt beszállok a fürdőkádba, és ameddig letusolok, vagy ameddig megfürdök, meg elintézem a dolgaimat, meg mit töröm én, leradírozom a bőrömet, addig ez mondjuk egy 15 perc alatt megszárad. Általában egy kicsit ejtőzni is szoktam a kádban, úgyhogy van annyi ideje, hogy megszáradjon. 15 perc pedig bőven elég ennek a maszknak, ami egy Freeman avokádós, zabkásás, agyagos arcpakolás. Mindig próbálom vékony rétegbe felvinni, akkor ugye hamarabb szárad meg, de valamiért így, nem tudom, már rutinból olyan tök sokat viszek föl. Csípi a szemem, hogyha nagyon szemem köré viszem föl, úgyhogy az negatív, de gondolom mindegyiknél csípi. Szépen kordában tartja az arcbőrömet, hogyha tényleg ilyen rendszeresen használom, nem úgy, hogy mit tudom én egy hónapban egyszer, vagy két héten egyszer. Szerintem 2-3 naponta illik arcpakolást használni. Én ezt így megszoktam, nem tudom ki, hogy csinálja. Én szeretek arcpakolást használni. Egyébként nagyon sok arcpakolásom van. És egyébként szinte mindegyik jó valamire legalább, de ez tényleg úgy volt, hogy kordában tartotta az akkor zsíros bőrömet, például nyáron zsíros bőröm van, és akkor például akkor különösképp jó, de amúgy is, és akciós, hogy ilyen 1500 forintért lehet megvenni a 150 milliset, és baromi sokáig elég lesz. Akkor a testápoláshoz 2 terméket hoztam, hajápoláshoz is 2 terméket hoztam, bár majdnem ugyanaz a 2. Testápolásnál akkor kezdjük az arc, nem, az nem test, az arc. Szóval a kézkrémmel, az Avonnak a kakaóvajas kézkrémét hoztam ide. Nem vagyok egy nagy kézkrémes. De amióta megvan ez a kézkrém, minden áldott este használom, és imádom, és annyira jó erre a kakaós illatra elaludni, és nagyon-nagyon szeretem, és tényleg eléggé jó hidratál. Jobban hidratál, mint az Avonos török termál olajom, ami meglepő, legalábbis én meglepődtem, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon jó illata van, a katalógusokban 350 forintért lehet beszerezni a 100 millit, egyébként gyorsan fogy, úgyhogy nem mindegy, szóval 350 forint, és ez nagyon-nagyon nagy kedvencem volt, főleg így télen, amikor így a karóm így elkezdik kiszáradni, és én idáig szoktam így fölvinni, szóval nem csak a kezemre, hanem így az alkaromra is. A másik kedvencem, ami testápolás, az a Ziajának a narancsolajos, egyébként narancsolajos a magyar fordítás, de egyébként narancsvaj lenne, mert ugye orange butter, na mindegy. Ez a vaj, nagyon sokat használtam, nem tudom mennyire fogjátok látni, hogy nagyon sokat elhasználtam belőle, ugyanis nem is az illata miatt, mert az illata kellemes, meg jó, meg minden, hanem nagyon gyorsan beszárad, és nagyon hidratálja a bőrt. Én általában a lábszáramra szoktam hangsúlyt fektetni, hogyha hidratálok, mert ott sokkal jobban kiszárad a bőröm, mint például a combomon, vagy bárhol máshol. És nagyon gyorsan beszívódik, és nekem ilyesmi fajta kell, hogy ne kelljen várnom órákat, hogy beszívódjon, fölöltözzek. Úgyhogy ez hatalmas kedvencem volt szintén, viszont ezt se látom a Rossmannba, DM-be, Müllerbe, mondjuk Müllerbe nem is járok, mert nincs is Müller a közelembe, úgyhogy nem mindegy. Úgyhogy ez is nagyon nagy kedvencem. A hajápoláshoz 2 terméket hoztam, és igazából nagyon nehéz volt ezt a 2-t kiválasztani, de úgy néztem, hogy tényleg így összességében az egész évet. Nagyon sok pajzsabomból, amit imádok, régről, nem csak 2014-ről, hanem mondjuk előtte is megvolt. Viszont ezt a 2 terméket a nyár elején, vagy tavasszal körülvettem, és azért nagy kedvencem, mert nagyban megkönnyítik az én rutinomat a hajápolás terén. Ez a 2 Gliscor termékről van szó. Ez konkrétan vékony szálú, erőtlen hajra való, ez pedig száraz töredezett hajra. És azért szeretem nagyon őket, mert nem kiöblítendőek. Szóval nem kell kiöblíteni őket, mint a balzsamjainak a 99%-át. És úgy vettem észre, hogy ha ezt használom, és utána megszárítom a hajamat, sokkal gyorsabban szárad. És habállaga van, könnyű felvinni a hajra, szépen hidratál, nem zsírosítja a hajat. Én úgy vettem észre, hogyha ezt teszem a haj végeimre, mármint hogy így a fültől lefelé, akkor
hogyha kivasalom a hajamat, akkor nem lapul le annyira, nem zsírosodik a töveinél annyira, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szerettem, és nem tudom, hogy lehet-e még őket kapni, mert én kiárusításon vettem darabját 1000 forint körül, vagy valamilyen 7-800-900 forint körül. Úgyhogy ez lett volna a hajápolás, nem hoztam ilyen samponokat, mert én samponokkal úgy vagyok, hogy tisztítja a hajamat, én azokon nem veszek el észre nagy változást, amit hogy a hajamon tőlük. Ja. Úgyhogy most már jöhetnek a sminktermékek, amikből viszonylag keveset hoztam, nem sok kedvencem lett így 2014-ben, de azért hoztam ide párat, szintén az legelsőt gyorsan elmondom, ugyanis ezt is szintén mindenki már betette a kedvencei közé, ez pedig a Catrice Camouflage krém korrektor, ami egyszerűen hihetetlenül jó. Szintén ez már egy újabb kiszerelés, mert ezt is már újra vettem, nekem a 0-20-as árnyalatban van meg, light beige egyébként, és lehet, hogy a 10-es jobb lett volna, de én ezt csak a bőrhibákra használom, mert régen használtam a szem alatti karikákra, de aztán meg úgy éreztem, hogy szárított egy kicsit, plusz meg így beleült a ráncokba, úgyhogy utána hanyagoltam, és a bőrhibákat 100%-ig eltávolítja, imádom. Aztán jól mutatom a szemet. A szempillaspirál kedvencem egyértelműen a Lovely Curling Pump-up szempillaspirál, és hogyha jól emlékszem, ezt így 2014-ben fedeztem föl. És csak demonstrálom, hogy mennyire szerettem, hogy ki tudjam nyitni ezt a izét. Szóval megmutatom, hogy mennyire szerettem, ugyanis itt vannak még az elhasznált társai. Úgyhogy itt van 1, 2 és 3, úgyhogy ez most a friss, ezek pedig már a majdnem elfogyottak. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szerettem ezt a szempillaspirált, és ha akciós 500 forintért be lehet szerezni, és olyan pillákat csinál, hogy az ember elájul tőle. A szemnél maradva hoztam egy palettát, ezt is nagyon-nagyon nehéz volt így kiválasztani, hogy mit mutassak be, és végül a Sleek-nek az Oso Special palettájánál maradtam, amit igaz tavasszal, vagy nyár közepén, nem nyár közepén, nyár elején szereztem be, de amit látjátok, például ezt a barnát, meg ezt szinte már majdnem elhasználtam, mert már leírtam az aljához. Nagyon jó paletta, tényleg a Sleek palettákkal abszolút jóban vagyok, árérték arányban főleg, szépen pigmentáltak, szóval az összes Sleek palettámat idehozhattam volna, a Vintage Romance-t, a Vintage Romance, meg a Bad Girl, hirtelen nem tudtam, hogy milyen nevek vannak, úgyhogy azokat is idehozhattam volna, de ezt tényleg sűrűbben használtam. Ma is ezzel csináltam a sminkemet, natúr, és tényleg egy esti sminket is el lehet vele készíteni, és ha jól emlékszem, 3000 forint körül van az ára, és tényleg sokáig elég. Az arcnál maradva, hát nem hoztam alapozót, mert egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy melyik alapozót hozzam, és utána rá is jöttem, hogy nem volt konkrétan kedvenc alapozom az évben, amit végig használtam, úgyhogy az így kimaradt, hanem egy pirosítót hoztam. Bocsánat. Szóval egy pirosítót hoztam, ami a Sleek, nem, az Avonnak a Klasszika Ura árnyalatú pirosítója, amit hát biztos, hogy nem fogtok így ebbe a buzi fénybe látni, de egy nagyon szép rózsaszínes, nagyon picit lilás szín, nem hazudok, de körülbelül 365 napból, nem is tudom, 280 napot ez volt rajtam, mert egyszerűen annyira szép, természetes színt ad az arcnak, hogy ezt én tényleg nagyon-nagyon szerettem, és sokáig is elég, pigmentált is, azt hiszem ilyen 1800 forint körül van az ára, úgyhogy ez szuper. Az utolsó kettő smink termék, az igazából négy lett volna, de nem találtam a többit. Hoztam egy Essence Stay With Me szájfényt. Ez egy Beauty Beats kollekciós, inimini árnyalatú, nagyon szép, ilyen rózsaszínes szájfény. Ebből egyébként, ez a Stay With Me szájfényekből nekem három van, ezzel együtt három, de egyszerűen nem találtam a többit, a barack színűt, azt fogalmam sincs, valamelyik táskámban van, volt egy ilyen lilás, ami tudom is, hogy hol van. Szóval itt van a lila is, közben megtaláltam, most konkrétan tudtam, melyik táskámban lesz, úgyhogy ezek a Stay With Me szájfények brutál jók, tényleg, ha szájfény
dolgokra kell voksolnom, akkor biztos, hogy ezt mondom, mert én egyébként az a típus vagyok, aki állandóan nyalogatja a száját, és ez valamiért, nem tudom, nem készít arra, hogy nyalogassam a számat. Kicsit ragadós, viszont tényleg tartós, hogy fölkelem, nekem egy 2 óra hosszáig biztos ott van. Pedig egy normál szájfény fél óra alatt eltűnik a számról, úgyhogy ez a kollekciós Stevie szájfényeket imádtam. Az a barack színű is valahol megvan, csak hát már nem tudom, hogy hol. Na mindegy. A rózsok közül végképp nehéz volt választanom. Egyébként ugyanúgy ezt fogom mondani az összesnél, mert tényleg nagyon sok rózsom van, és szeretem őket, nincs velük bajom, de nincs kedvencem. Úgyhogy egy olyan színt választottam, amit egy olyan terméket választottam, aminek a színe miatt hatalmas kedvencem volt, és próbáltam olyat választani, amit többször használtam, például hiába mutatom itt meg nektek a Rimmelnek például a 107-es rúzsát, ami hatalmas kedvencem most, de körülbelül decemberben használtam csak, mert decemberben vásároltam, úgyhogy nem lehet a 2014-es kedvencem. Ezt a Catrice rúst viszont régebb óta vásároltam, ez a 270-es Material Girl Ultimate Color rúzs. Ez egy nagyon szép lilás, basszus, ez a hülye lámpa mindent így eltorzít, és nem látjátok a színeket, na mindegy. Úgyhogy imádtam, tartós, szép színe van, jól áll a hajamhoz és a bőrszínemhez, úgyhogy ennél nem is kellett több. Úgyhogy sűrűn használtam, és nekem nagyon jól bevált így mindennapi rúzsként, mert egyébként a sötét hajszínemhez szerintem jól állnak ezek a fajta rúzsok. És még egy terméket hoztam a sminkhez, ami az Avonnak a sminkfixáló folyadéka, amiről írtam a blogon, és már én úgy emlékszem, hogy ilyen semleges, neutrális véleményt alkottam róla, ami megvan még most is, mert nem tartom egy világmegváltó terméknek, viszont jó. Lehet, hogy placebo hatásként használom, de én úgy vettem észre, hogy jó, minden nap használom, a fele fogyott el körülbelül. Ha placebo hatás is, akkor is nekem szépen tartja a sminkemet, lehet, hogy csak beképzelem magamnak, mindegy. Nekem bevált, azt hiszem 1000 forint körül van, és érzem, hogy így kicsit így odaragasztja a dolgokat az arcomhoz, hogy ne folyjanak le róla, például az alapozó, a pirosító, mint észrevettem vele, hogy tartósabb bele a pirosító, pedig én állandóan könyöklök, meg minden ízét csinálok az arcomban, nyúzom az arcomat, úgyhogy nagyon-nagyon megszerettem ezt a sminkfixálót. És ami tényleg a legnehezebb feladat volt, kiválasztani a parfüm kedvenceimet, vagy kedvencemet, már mondjuk 2 hoztam. Nehéz volt, de aztán a szívemre hallgattam, és azt hoztam ide, amiről tényleg nagyon sokat zengtem nektek is. Ez pedig a Bulgarinak az Omnia illata, amiből hát látjátok, hogy mennyire imádom egyszerűen, hogyha látom a Rossmannokban, akkor egyből veszek belőle, mert már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen lehet kapni, sőt szerintem már ez volt az utolsó, amit sikerült beszereznem, és nagyon szomorú leszek, hogyha nem fogom tudni beszerezni. 40 milliseket szoktam venni, mert ez elérhető, tényleg egy baromi különleges illat. Más lehet, hogy azt mondaná, hogy szúrós, nem tudná elviselni, de épp ez az, hogy ezt viselni tudni kell. Nem olyan, hogy felveszi az ember, és csak úgy el van, hanem kell hozzá egy magabiztosság, egy önbizalom, tudni kell viselni, és kell hozzá egy stílus, hogy az emberhez illeszkedjen, és inkább, hát úgy mondom, hogy a parfüm beszéljen helyettünk, úgyhogy tényleg imádtam, és tényleg ez 2014 legnagyobb kedvence a sok más parfümöm mellett, amit szintén szerettem, és az összeset bele tudnám rakni ebbe a videóba, de szigorúan hoztam ide nektek 2 parfümöt. A másik pedig lehet, hogy meglepő lesz, mert nem esett róla sok szó. Nem sűrűn használtam azért, mert már nagyon kevés van benne, és nem szeretném, hogy elfogjon, ugyanis nem lehet már kapni. Ez pedig az Arának a White Jasmine illata, és látjátok, hogy már nagyon-nagyon kevés van rajta benne. Ennek egy leírhatatlanul nőies, kellemes, jázminos, friss illata van.
ami egyébként olyan a bőrön, mint a csomagolásban, úgyhogy nem változik az emberen olyan nagyon sokat. Imádom, egyszerűen élek, halok érte, de sajnos már nem lehet kapni. Igen, úgyhogy tényleg nagyon olyan alkalmakkor használom, amikor nagyon be kell vágódnom valakinél. Úgyhogy igen, ez a kettő volt így a parfüm kedvencem. Hoztam egy random kedvencet is, ami, hát ha lehetne mondani, 2014-nek a legnagyobb kedvence volt. Ez pedig ez a kis szerkezet. Ez egy, most nem is tudom az angol nevét, de ez egy olyan szerkezet, ami az arcról a nem kívánatos szőrszálakat eltünteti. Ugyanis tudni kell rólam, és biztos, hogy már bár említettem valamelyik videóban, hogy én a szám fölötti szőrszálakat, nem mondom bajusznak, mert a férfiaknak van bajusza, a szám fölötti szőrszálakat el szoktam távolítani. Régen gyantáztam, de azzal olyan gyorsan visszanőttek, és végül is ezzel is gyorsan visszanő, amit hogy nem gyorsan, hát körülbelül egy hét alatt körülbelül, de ezzel körülbelül fél perc és nyoma sincs egy szőrszálnak sem. Költséghatékony, ugyanis ez 3-400 forintba kerül körülbelül, és annyi az egész, igaz, baromi fájdalmas. Aki nem bírja a fájdalmat, az ne vegye meg, mert belehal. Nagyon-nagyon fáj, én tényleg csak itt a szám körül szoktam, és egyszerűen sírnom kell, annyira fáj. Ugye is kitépi, és egyenként, úgyhogy, ja, és az a lényege, hogy megfogjuk, így csináljuk, és így fölfele, és így kell, és nagyon szépen kiszedi a szőrszálakat. Én csak abban szám fölött szoktam használni, de egyébként akinek kell, az lehet mondjuk itt most kitépte a hajamat, vagy nem tudom, az állánál, vagy bárhol, tényleg szerintem az életmentő, és amit én vettem gyontákat, az ilyen 5-600 forint volt benne 5 darab, vagy 4 darab, vagy nem tudom mennyi, azt elhasználtam mondjuk egy 2-3 hónap alatt. Ezt viszont tényleg beruháztam tavasszal, és azóta tényleg nem is vettem olyan gyontát, és ez tényleg ez számomra megfelelő. A következő az egy ruha lesz, majdnem a ruházati termék, szóval egy ruha lesz, ami most rajtam látható. Nem tudom, hogy mennyire fogjátok látni, de majd max szúrok be róla egy képet, vagy nem tudom. Ez egy címudás pulóver, amit imádok. Egyszerűen le se lehet szakítani rólam, ha nem tudom, ha lehetne, egész télen minden nap ebbe lennék. Mert kényelmes, szép, elegáns is, meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Szóval annyi az egész, hogy itt van ilyen, nem szegecsek ezek, hanem mit tudom én, micsodák, ilyen kis bigyók, egyébként meg aszimmetrikus, és egyszerű ilyen fekete. Szóval ennyi az egész, de imádtam, tényleg nagyon-nagyon szerettem ezt a pulcsit akkor is, 2014-ben és 2015-ben is nagyon imádtam. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, mert véget ért. Nincs több kedvencem. Legalábbis nem hoztam ide többet. Szerintem így is egy elég volt, jó hosszú videót sikerült így összeraknom, és most megyek vizsgázni, úgyhogy szurkoljatok. Igen. És ideges vagyok. És tényleg szurkoljatok. De mire ezt felkerül ez a videó, de már vége lesz a vizsgámnak. Úgyhogy mindegy, de akkor is szurkoljatok. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Ha így van, akkor ne felejtsétek el ezt velem tudatni valahogy, lájkoljátok, vagy kommenteljetek, vagy iratkozzatok fel, vagy valami hasonló. És találkozunk a következő videóban, remélem velem tartotok. Sziasztok! Ez pont azért, mert nagyon kevés van már belőle, és nem sűrűn használtam, amit hogy próbáltam használni, amit hogy... Imádom a vajos kenyeret.
Alors.